Az idő vasfoga mindenre hatással van. Nem kivételek ez alól a könyvek sem, amelyeknek fedelei, lapjai az idő múlásával elhasználódnak, a rossz tárolás következtében penészethetnek, bogarak vagy más természeti tényezők áldozatául válhatnak. A nagy könyvtárak, ahogyan a Somogyi Könyvtár is, jelentős régi könyves állománnyal rendelkeznek. Ezen könyvek állapotának megóvása pedig folyamatos és kiemelt feladat. A folyamat szerves része a könyvkötészet, amelyet a Szegedi Bibliotéka szolgáltatásként is biztosít a kívülállók számára, így ma már bárki megmentheti a segítségükkel régi, viseltes könyveit. A Somogyi Könyvtárban ez a szolgáltatás, azaz a könyvkötészeti szolgáltatás a lakosság számára 2021. februárjában indult el. Azért indítottuk el ezt a szolgáltatást, mert érezhetően nagy igény volt rá, de a múltban több telefonhívás is érkezett az ilyen jellegű munkákkal kapcsolatban. Na most igen széles és színes a szolgáltatásaink palettája. Ide tartozik például a laminálás, ami ugye egy gyors, hatékony módszer a különböző típusú dokumentumok védelmére. Akkor vállaljuk például különböző reklámanyagok tűzését is. Ezen kívül spirálozást is vállalunk, ami a dokumentumok gyors összefogására és egyben tartására szolgál, hasonlóképpen a kartonálás is, ami szintén a kötésnek egy gyors módja, tehát ilyen kötéssel kapcsolatos dolgokat vállalunk. Ezen kívül készítünk még oklevéltartó mappákat is, szakdolgozatokat, diplomamunkákat kötünk be, és hogyha a megrendelő kéri, akkor aranyozunk is ezekre a diplomamunkára és szakdolgozatra. Mindezek mellett még nagyon fontos szolgáltatásunk a könyvkötés és az újrakötés is, de természetesen minden egyes szolgáltatásunk részletes leírása megtalálható a könyvtár honlapján. A könyveket kizárólag természetes eredetű anyagokkal kezelik a javítás során. Ilyen például a búzakeményítő, ragasztásra és festésre, valamint a csontenyv, mely szintúgy kiváló és később szépen oldható ragasztóanyagként szolgál a könyvek esetében. A szolgáltatásaink közül az egyik legnépszerűbb a könyvkötés. Legutóbb például egy hölgy behozta a kinyomtatott saját maga írt verseit, és ezt szerette volna könyvformájában a karácsonyfa alá rakni. Tehát óriási örömmel vállaltuk el ezt a munkát, és el is készítettük, és hál' Istennek elégedett is volt vele. De a könyvkötéstől még népszerűbb szolgáltatásunk az az újrakötés, illetve a kötésjavítás. Talán azért, mert olyan köteteket hoznak be hozzánk, amikhez érzelmileg kötődik a tulajdonosa. Minden esetben úgy tudjuk elbírálni, hogy érdemes-e, lehetséges-e javítani ezeket a köteteket, hogyha személyesen kézbe fogjuk, látjuk, megforgatjuk, de ugye ezáltal nem csak a kötetet ismerjük meg, hanem a tulajdonosával is találkozunk, és el szoktam mondani, hogy milyen érzelmi szál köti a kötethez. Például egy régi szakadt mesekönyvet hoz be, amit neki olvastak még a szülei, és ezt szeretné szép, olvasható állapotban az unokáira hagyni például. Ez a fajta szolgáltatásunk olyannyira népszerű, hogy nem csak Szegedről vannak megrendeléseink, hanem a környező településekről, sőt, most épp Bajáról is van egy megrendelésünk, úgyhogy elég népszerűek vagyunk, hála a jó égnek. Nagyon fontos számunkra az, hogy a megrendelő megbízzon bennünk, és elégedetten távozzon, hiszen egy kincset ad a kezünkbe, úgyhogy ez nagyon fontos a mi számunkra is. Épp ezért egy íratlan szabály itt nálunk a könyvkötészeten, hogy mindig az a könyvkötő adja át a kész munkát, aki annak idején átvette és el is készítette, ugyanis nagyon fontos a visszajelzés, hogy jó munkát végeztünk-e, és szerencsére eddig mindig pozitív visszajelzéseket kaptunk, és vannak visszatérő megrendelőink is, hála az égnek. Az itt dolgozó könyvkötők a feladatokat nem munkának, hanem hivatásnak tekintik. Ez a hivatástudat 1958-ból ered, amikor is Burkus András, harmadik generációs könyvkötőmester elindította útján a Somogyi Könyvtár könyvkötészetét. Könyvtárunkban két műhelyben folyik könyvkötészet.
az egyikben 4 fő dolgozik, ők varázsolják újjá a kölcsönözhető állomány köteteit, regényeket, művészeti könyveket, ők kötik be a folyóiratokat, napilapokat, és hozzájuk futnak be a fiókönyvtárainkból is a javításra szoruló kötetek. A kölcsönözhető állomány újrakötésénél arra törekszenek, hogy minél strapabíróbbak legyenek, emellett nagyon fontos szempont még az is, hogy esztétikailag is odacsalogassák az olvasók tekintetét a polcokra. Tehát igyekeznek minél több mindent megőrizni az eredeti kötetből, tehát a színes borítót azt újrakötés után visszavarázsolják rá. A méreteiben kisebb könyvkötő műhely munkatársai a nem kölcsönözhető állomány köteteinek javításával, újrakötésével, konzerválásával és restaurálásával foglalkoznak. Nagyon sok esetben elég rossz állapotban kerülnek le hozzánk a kötetek, tehát elszakadt a borítójuk, savasodnak, akár ilyen régi rovarrágás is található rajtuk, és ezeket különféle módszerekkel olvosoljuk. Nyilván az első, amit teszünk, hogy megnézzük, megforgatjuk, és a következő lépés pedig a száraz tisztítás. Leporoljuk, letörölgetjük, és utána kitaláljuk, hogy mit is tegyünk vele. Ez minden esetben más, minden könyv más bánásmódot igényel, és úgy nyúlunk hozzá, hogy minél több mindent meg tudjunk belőle őrizni. Könyvkötészetünk kézi könyvkötészet, tehát minden folyamat, szinte minden folyamat kézzel, kézi szerszámokkal történik. Szoktuk mondani, hogy a könyvkötő kezének a hosszabbítása az a csont, amivel dolgozunk. Ez mindenkinek sajátja van, mindenkinek a keze formájára érlelődött már az évek során.